Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Hívogató kulturális programajánlót látják. Nézzük, melyek azok a sümegi programok, amelyek hívogatják Önöket az elkövetkező időszakban. Április 16-án szombaton kerül sor itt a Kisfaludi Művelődési Központban a 11. Vas Lajos Népzenei Verseny országos középdöntőjére. Érkeznek versenyzők Szombathelyről, Márkóról, Győrújbarátról, Vépről, Alsópáhókról, de Bükről, Budapestről és Máriapócsról is. A verseny 10 órakor kezdődik, az eredményhirdetésre és a szakmai értékelésre körülbelül 5 órakor kerül majd sor. A szervezők várják a népzene iránt érdeklődőket. Április 23-án szombaton kerül sor a 8. Dunántúli táncversenyre itt a Művelődési Központban. Nevezhetnek a táncosok modern kortárs tánc, showtánc, hip-hop, rock'n'roll, mazsorett, klasszikus balett, társastánc, hastánc és táncszínházi kategóriákban. Szólóban vagy csoportos formációban, minitől a szeniorig. A koreográfiákat arany, ezüst, bronz díjazással értékelik, valamint külön díjakkal. Sümegváros felajánlásával a Sümeg kupát is elnyerhetik a táncosok, illetve a táncverseny bajnoka címért is versenghetnek. Május első hétvégéjén kerül sor a tavasz első nagy szabadtéri rendezvényére, a Gesztenyevirág Fesztiválra. A háromnapos programok közül most csak szemezgetünk. Lesz fesztivál köszöntő koncert, művészetek udvara, helyi és térségi alkotók kiállítása, táncházas programok, játszóházak. Koncertet ad a szombathelyi Erkel kórus és a sümegi Szegedi Róza női kar. A palotakert koncert helyszínné változik a virágzó gesztenyefák árnyékában. Itt lesz majd hallható Rosta Géza gyermekkoncertje, a fonográf emlékzenekar koncertje és a legnagyobb attrakcióra, Nagy Feró és Beatrice élő nagy koncertjére is itt kerül majd sor május 7-én szombaton. Vasárnap pedig a fesztivál szépe választás ígér igazi csemegét. A lányok jelentkezését a rendezvény Facebook oldalán várják a szervezők. A rendezvény fővédnöke Zóp Kati, Sümegváros díszpolgára. A Sümegvárosi Televízió célja, hogy jelen legyünk a városban, és lehetőségeinkkel járuljunk hozzá Sümeg látnivalóinak népszerűsítéséhez. Ezt nézőinkkel közösen és sokakkal együttműködve tudjuk megvalósítani. Elsőként április 22-én pénteken kerül sor televíziónk szervezésében a Tegyük élővé az Afrikáriumot című rendezvényünkre. 17 órától várjuk majd az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat. Játékos, könnyed formában jelen lesz majd minden, ami Afrikával, az e földrészre jellemző állatokkal kapcsolatba hozható. Este 8 órától pedig bátorság próbán vehetnek részt, akik jegyet váltanak. Éjszakát varázsolunk és átélhetik, milyen lehet sötétben a vadonban. Mindezt gyertyafénnyel, játékokkal fűszerezve és zsíros kenyérpartival kiegészítve. Tehát április 22-én, pénteken, közösen tegyük élővé az Afrikáriumot.